Bár ügyeletben kevesebbet volt, a nyíregyházi doktor Újhelyi Jánost az elmúlt hetekben sem kellett mellőznie betegeinek. A helyi önkormányzattal egyeztetve is a tiszti orvosi szolgálat rábólintásával, több társával egyetemben ő folyamatosan dolgozott, miközben sok 65 év feletti kollégája ezt nem tehette meg ebben az időszakban. Az Emberi Erőforrások minisztere márciusban ugyanis rendeletben tiltotta meg számukra, hogy részt vegyenek a közvetlen betegellátásban. Olyan munkát végezhettek csak, amely során nincsenek direkt kapcsolatban a páciensekkel. A napokban azonban kiderült, a folytatásban mégis a megszokott módon dolgozhatnak a 65 év feletti orvosok. Most az élet ezt felülírta, de ugye nem teszik jogszabályba, hogy most már tessék dolgozni, hanem opcionálisan, tehát ha valahol meg tudják azt oldani, hogy úgy is dolgozzon az illető, hogy 65 év feletti vagy krónikus beteg megteszi azt a biztonsági intézkedéseket, akkor teheti. Tehát volt eddig is, aki idősebb volt és krónikus beteg és dolgozott, hisz az rengeteg a krónikus beteg az orvostársadalomban is. Dolgozott az is, aki 65 év feletti, de otthon és onnan irányította az ellátást. Most meggyőződésem, hogy lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt választják, hogy mégis bemennek a rendelőbe. Mint a Népszava írja, a magyar egészségügyben a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek. Újhely doktor elmondása szerint pedig Nyíregyházán és máshol a megyében is sok az idős kolléga. Hozzátette, a távgyógyítás megoldása sem olyan egyszerű, ezért ő örül a kormányzat rugalmasabb hozzáállásának. Úgy tudja, az elmúlt hetekben, ha különféle módokon is, de megoldották a betegellátást az otthonról dolgozó orvosok is. Ez is ugye mindig egyénél válogatja, mert a számítógépes programokat felügyelő vagy csináló programozók kitaláltak egy olyan applikációt, ami mobilról is működik, meg hát ugye is tudjuk, hogy távirányítás is lehetséges. Többfajta megoldást láttam, volt olyan kollega, aki otthon ellátta a tanáccsal az embereket, felírt dolgokat papíron, és az asszisztense, aki fiatal és az rendelőben volt, annak elküldte lefényképezett üzenetként, hogy ezeket írja föl. De van olyan is, aki pedig otthonról tudott recepteket írni. A Népszava szerint országszerte a kórházakban valamivel jobb volt a helyzet. Ezekben 10 orvosból nagyjából 2 lehetett érintett, tehát megoldható volt a helyettesítésük.